A Csácsumi Csőtészta, szevasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Hát az előző videóm rengeteg kérdést vetett fel, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen videóba szeretnék válaszolni nektek az egész történetre, hogy mi is történik itt most a csatornámon. Először is azt leszegezném, hogy Farming Simulator, Spintires és hasonló videók lesznek néhány héten belül. Azért mondom, hogy néhány héten belül, mert ez a projekt, amin most éppen dolgozok, ez elég sok időmet felemészt, és így bele kell rázódni, és hogyha ez így megindul, elindul, akkor utána bekapcsolódnak majd a Farming Simulator és Spintires videók is, meg a többi, szóval nyugalom, nincs elfelejtve a régi stílus sem. Viszont szeretnék behozni kettő darab sorozatot a csatornára, ami kapcsolódik gyakorlatilag ehhez az egészhez, és ahhoz a videóhoz, amit láthattatok, aminek a linkjét lerakom a leírásba, hogy mégis tudjátok, hogy miről van szó, hogyha esetleg nem néztétek meg, akkor légy szíves, feltétlenül nézd meg, hogy képbe legyél. Ugye a történet arról szól, hogy egy ilyen időutazás során előre került 2020-ba a pontosan meg nem határozható múltból egy gyakorlatilag egy dolgozó, egy irodista, egy művelődési minisztériumban dolgozó irodista, aki így az egész irodájával együtt előre került 2020-ba, és gyakorlatilag ő fog sorozatokat csinálni nektek, kettő darabot leginkább. Az egyik az nem lesz más, mint egy Retrotech sorozat, amiben leginkább számítástechnikai, de különböző műszaki dolgokat is be fogok mutatni nektek, például mint ez a Toshiba laptop, ami körülbelül 30 éves, teljesen működőképes, ez egy 486-os processzorra rendelkező, 60 MHz-es, 16 MB RAM-mal és 200 meg a HDD-vel szerelt verzió. Ebből és ilyen hasonló tárgyakból beszereztem néhányat, ezeket szeretném nektek bemutatni, úgyhogy ez lesz a Retrotech sorozat. Ezek néhány perces videók lesznek, informatívak, és tényleg remélem, hogy érdekesek számotokra. Na de akkor térjünk ki a másik részére, ami lehet, hogy még érdekesebb számotokra, ami nem lesz más, mint egy retro játékok sorozat, és hogy teljesen autentikus legyen ez a sorozat, én úgy gondoltam, hogy a retro játékokat mindig az aktuális korszakból való gépen fogjuk játszani. Ennek a hátulütője az, de lehet, hogy előnye is, hogy ezt úgy kell megvalósítanom, hogy például egy 486-os számítógépen játszott játékot, mondjuk egy Wolfenstein 3D-t, úgy tudom live-olni nektek, igen, live-olni fogom, hogy gyakorlatilag kamerával veszem a monitor képét, és úgy fogom streamen. Én úgy gondoltam, hogy így autentikus ez az egész, nem úgy, hogy különböző emulátor programokkal játszom egy új gépen, hanem mindig az aktuális korba tartozó játékot, az aktuális korból származó számítógépen fogjuk játszani. Igen, olyan játékokat fogunk játszani, amik kultikusak, nagyon-nagyon-nagyon maradandó élményt nyújtottak nekem is az egész világ számára, szóval erre lehet számítani itt a csatornán. Leszögezem, Farming Simulator menni fog tovább, azon kívül kettő darab sorozat fog menni, a retrojátékok és a Retrotech. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!